Kiskörösváros önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program támogatásával közel 1 milliárd forintos költségvetésből építette meg a város új Kör és Fa utcai tagóvodáját, ahová az egykori Tököli és Mohácsi utcai tagintézmény óvodásai fognak majd járni. Az intézmény udvarán már állnak a játékelemek, és a fűesítéssel is végeztek a szakemberek. A város legfontosabb épületének ünnepélyes átadására augusztus 30-án kerül sor, ahová meghívást kaptak mindazok, akik valamilyen formában szerepet vállaltak az óvoda létrejöttében. Nagyon nagy szeretettel hívtuk meg Font Sándor országgyűlési képviselő urat, aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy a város önerejét csökkentő kormányzati támogatást megkaptuk. Ezt mondjuk, hogy 360 millió forintról van szó, tehát egy óriási összegről. Rideg László elnök urat, a megye vezetőjét és kollégáit nagy szeretettel várjuk, hiszen a megye koordinálta pályázaton nyertük az alapösszeget az óvodára. A kivitelezőket, a polgármesteri hivatal dolgozóit, akik a pályázattal nagyon-nagyon sokat dolgoztak, és talán a legfontosabb, az óvoda összes dolgozóját. Az elmúlt hónapokban az intézmény dolgozói mindent megtettek azért, hogy az elkészült 2000 négyzetméteres épületet otthonossá varázsolják. A zsalóziák kiegészítéseként feltették az ablakokra a fényzáró függönyöket, átkerültek a régi óvodákból a bútorok és a játékok, és ahol szükséges volt, újakat is vásároltak. Az öltözőszekrényekre felkerültek az ovisok jelei, és a falakat is vidám mesefigurákkal díszítették. De a hatalmas épületben a kicsik számára is érthető útjelző táblákról sem feledkeztek meg. Fontos volt számunkra, hogy tárgyképeket ábrázoló iránymutató nyilakkal is segítsük a gyerekek tájékozódását. Tehát ahogy itt belépnek az előtérbe, itt már be tudják azonosítani a saját csoportszobájukat, a saját csoportjukat, meg tudják találni a saját jelüket, érezhetik azt, hogy ez már az én óvodám. Ezután egy kicsit tovább mennek, akkor tárgyképekkel díszített jelző iránymutató fatábla került kiállításra, ami megmutatja nekik a helyes irányt. A csoportszobák is a csoportszobák szimbólumainak a hívó képeit ábrázolják, tehát hogyha valaki az őzike csoportban van, és esetleg eltévedő kisgyermek, akkor tudja azt, hogy semmi más nem kell keresnie, csak egy gyermekméretű őzikét. Az új óvoda megépítése lehetőséget teremtett csoportbővítésre is, amely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az évről évre emelkedő gyermeklétszám mellett minőségi pedagógiai munkát tudjon végezni a kiskörösi óvodák kollektívája. A 25 fős engedélyezett csoport létszámokat mindig túlléptük. Nekünk nagyon fontos volt, hogy az óvodapedagógusok ideális környezetben dolgozzanak, és mondjuk meg őszintén, 28-29-30 fős csoport már talán azért nem ideális. Ezért is volt talán a legnagyobb motivációnk, hogy egy nagyobb óvodát építsünk, több csoportszobánk legyen, és most az átlagos csoport létszámunk 25 fő alatt van, és ez szakmailag is sokkal jobb, és az, hogy két egyébként műszakilag rossz állapotú óvodát meg tudtunk szüntetni, az pedig még egy plusz értéke ennek az új óvodának. Az óvoda udvarán már az utolsó simításokat végzik, száradnak az újonnan lefestett játékelemek, és a padok is a helyükre kerültek. Az átköltözés jelentős részével már végeztek, és már az első szülői értekezletet is megtartották. Egy általános tájékoztatót kaptak a szülők az intézmény, illetve a házirend szabályairól, amik tulajdonképpen nem változtak. Tájékoztattuk őket arról is, hogy legyenek kedvesek, egy kicsit türelmesek lenni, ugyanis most ez a szeptember hónap valószínűleg egy formálódó időszak lesz, hiszen rutint kell szerezni a Kör és Fa óvoda működésének a mindennapi gyakorlatába, és ehhez kértük az ő türelmüket is, és segítségüket, javaslataikat, hogyha esetleg valami akadályba ütközik, hogyan tudnánk megoldani. Ezzel megismerkedtek a szülők, természetesen intézménybejárás is megtörtént. Nagyon fontos része volt a szülői értekezletnek, hogy minden szülő megismerjen minden dolgozót.
A csoportlétszám bővítések és a nyugdíjazások okán új dolgozókkal bővült az óvodai kollektíva. Az óvodapedagógusok az elmúlt hónapokban megfeszített munkát végeztek azért, hogy szeptember 1-én mosolyogva lépjenek be a régi és új óvodások az intézménybe.